Szia, Niki! Szia, Krisz! Szeretettel üdvözöllek az E-taxiban. Közbe kérlek a biztonságévet, kérek szépen egy úticélt, és már el is indulunk. Szuperhalkan, kipufogógáz kibocsátás nélkül. Az űrgemezőre. Rendben. Nagyon szép időnk van, illetve hát ahogy megnéztük az előrejelzést, hát láthattuk, hogy azért most már talán nem jön az a csúnya, ronda, hideg tél, nagyon bízom benne egyébként. Próbálkozik a tavasz. Igen, igen, erőlködik, próbálkozik a tavasz. És hát ugye ilyenkor a kutyás gazdák, a kutyatulajdonosok is hát sokkal jobban szeretnek kimozdulni, tenni egy óriási nagy túrát. Hát érthető is a szép idő miatt. Te profi kutyakozmetikus vagy, mit tanácsolsz a gazdáknak, hogy egy-egy ilyen hosszú túra után mit csináljanak a kedvencükkel, hogy ne legyen probléma? Hát először is mindenképpen én azt mondanám, hogy először figyeljenek oda arra, hogy télen ugye ugyanúgy a kint és a bent tartott kutyáknál is hirtelen eléggé megterhelő tud lenni egy ilyen több kilométeres séta. Ha belegondolunk, hideg miatt annyira nem a kint tartott kutyák sem sétálgatnak, nem annyira aktívak, mi sem annyit sétálunk a kutyusunkkal, és ha hirtelen egy ilyen nagyobb túrát teszünk, az megterhelő tud lenni számukra. Tehát mindenképpen legyen az első lépés, ez egy fokozatosság. Igen, a fokozatosság. Kezdjük egy kicsivel, aztán többet és többet. Szerintem. Így van. Ha megyünk túrázni, vagy sétálni, akár a városban, én mindig mondom a gazdiknak, hogy legyen náluk legalább egy palack víz, mert télen a jegesedés ellen használt vegyszerek, sók, ilyen kis homok, maradványok az olvadás alkalmával, vagy most már sajnos, ahogy esik az eső télen, belekerülnek a talajvízbe, és hát azért nem annyira jó, hogyha a pocsolyából iszik a kutyánk, ami előtte mondjuk vegyszeres volt. Ezt nagyon finoman fogalmaztad, igen. Próbálom, hát igen. Saras, sós, mindenféle igen. Víz, igen, tehát az azért tud komoly gyomor problémákat is okozni, akár a később. Igen, ugye? Igen. Erre egyébként tök jó kis tréningek vannak kutyaiskolában, trénereknél. Én szoktam is kifejezetten ajánlani a gazdiknak, hogy keressenek fel egy szakembert. Ha? Ezt az élelem megtagadást nagyon szépen meg tudják tanítani a gazdinak. Sokkal könnyebb úgy sétálni, túrázni egy kutyával, hogyha biztosak vagyunk abban, hogy ha rászólunk, akkor nem arra fog fókuszálni, hogy ő most mindent felegyen, feligyon, hanem ránk fog hallgatni, és esetleg tényleg élvezni fogja a velünk töltött időt. Meg volt mondjuk a fokozatosság. Eljutottunk egy, mondjuk, hogyha már tudunk egy 10 kilométeres túrát könnyedén tenni a kutyával, vittünk neki vizet is, hogy ne a pocsolyából igyon. Meg volt a túra, hazaérünk. Mit kell csinálni a bundájával? Mert hát ugye rengeteg a bogáncs, mindenféle ilyen dolog, ami beleakad a bundába, és hát ez azért, beszéltük már egy korábbi utazás alkalmával, hogy ez azért tud károkat okozni, hogyha ezt nem szedjük ki. Igen, elég nehéz nagyokat. Nehéz kiszedni? Hogyan kell otthon nekiállni ennek? Ha hazaértünk, és rögtön átnézzük a kutyust, akkor nem nehéz kiszedni. Most azért azt tudni kell, hogy a télen, főleg a bentartott kutyáknál ez a száraz levegő nagyon könnyen filcesedést tud okozni. Az mit jelent? Összeáll a... Láttál már mondjuk pulit, ilyen nagyon... Igen. Hát valami hasonló kinézete van. Ez a száraz puha ajszor, ami kiúlik, nem tud kivedleni, mert ugye télen kabátkát meg pulcsikát adunk a kutyákra, és ez összeakad. Na, ha abba belemegy a bogáncs, azt a jóisten nem fogja tudni kiszedni. Azt csak ki lehet vágni. Olló. Igen, erre szoktam mondani, hogy az ecetes olló, viccesen. Jókat mosolygok rajta, mert úristen, tényleg ollóval kell egyébként kivágni. És hát az annyira nem szép látvány a kutyusnak. Nyilván elsősorban mindig az egészségügyi vonzatát kell nézni a dolognak, nem a szépséget. De ha rögtön kivesszük a bogáncsokat, kis vadarabokat, akkor tök jól meg lehet oldani a kutyusnak. Tök jó az, hogyha átfésüljük a kutyát, stimulálni tudjuk a bőrt is ezzel, és kutyagazdi kapcsolatnak is jót tesz. Én szoktam ajánlani, hogy minden séta alkalmával a bentartott kutyáknál töröljük át a szőrét és a mancsokat nedves törlőkendővel. Van kifejezetten kutyáknak gyártott is, de hogyha nincs ahhoz kedvünk, akkor egy ilyen kis szenzitív popsi törlőt is áttöröljük a testét, a mancsokat. Egy észrevesszük a nem odavaló dolgokat, bogáncs, fadarab, királydinnye,
toklász, majd nem sokára jön a toklász szezon, hála Istennek. Azért ad neked feladatot, gondolom. Minden tavasszal, igen, igen, sajnos. És a nem oda illő, nem oda való élősködőket is észre tudjuk könnyen venni. Igen, és itt most kimondod a kult szót, mert hogy már nincsen évszakhoz kötve az, hogy kullancs szezon van-e, vagy sem, mert gyakorlatilag az év bármelyik napján össze lehet szedni kullancsot. Ugye nem csak mi, akik, hogyha elmegyünk túrázni, hanem visszük magunkkal a házi kedvencet, hát bizony a vérszívók rájuk is lecsapnak. Azt is mindenképpen a túra után alaposan át kell vizsgálni. Hogyan, mi a helyes módja ennek a vizsgálatnak? Egy olyan szerencse van ebben a dologban, amikor kullancs támadja meg a kutyusunkat, hogy nem azonnal furakszik be a bőrébe, azért ilyen 1-3 nap között, mire megtalálja magának a megfelelő helyet. Ugye a szőrszála között még mocorog, keresi. Persze, igen, keresi. A fülek mögött, a hónajba, lágyékba, a faroktőnél, ott nagyon szeretnek elhelyezkedni, a nyaknál, ahogy van a pulcsi például, most ugye a tavaszi vagy a télből megyünk a tavaszba, igen. Ott nagyon szépen szeretnek elhelyezkedni a kullancsok, hogyha az már bőven elég szokott lenni, egyszer átsimítjuk. Azért érezni lehet ezeket a kullancsokat a kezünkkel, de közben figyeljük is. Nyugodtan a kis szőrét visszafele átfésülhetjük, akkor ugye a bőrét is látjuk a kutyusoknak, és akkor, hogyha ott van a kullancs, akkor könnyen ki tudjuk szedni, vannak oktató videók, én is nagyon sok gazdinak szoktam segíteni, meg azért nagy részt el szokták magyarázni, meg a gazdik most már tudják, hogy hogyan kell helyesen kullancsot kiszedni. Aha, de hogyha hír, igen, hogy igen. Azért figyelnek és tudják a módszert. És nagyon jó kullancskiszedő eszközök is vannak, amiket lehet vásárolni, és ha észreveszi időbe, akkor abból nem szokott probléma lenni. Mi a helyzet a körömvágással? Hát ha sokat... Azt nem lehet évszakhoz kötjük, gondolom, az sem. Nem, azt, ugye, igen, igen, ezért gondolkodtam, hogy igen, az nincs évszakhoz kötve. Azok a kutyusok, akik bent vannak, és mondjuk rendszeresen járnak kutyakozmetikába, állatorvoshoz, őnekik le lehet szedni a karmát, le lehet vágni a karmukat. Azok a kutyusok, akik mondjuk kint vannak, ők meg nagyon szépen tudják maguknak koptatni. Lekoptatják, igen. Az a tapasztalatom, hogy inkább az idősebb kutyáknál, vagy azok a kutyáknál, akiknek valami szervrendszeri problémája, vagy mozgásszervi problémája, betegsége van, őnekik szokott túlnőni a karmuk, és akkor azokat sokan azt gondolják, hogy le kell vágni a karmot, én mindig mondom a gazdiknak, küldjél képet, vagy hozd el, megnézem, mert 10-ből 9-nél nem kell levágni a karmot. Nagyon zavarja őket az, hogy kopog. Minden kutyának kopog a karma. Nekem van egy tacskom, egy akitám. Az akitámnak nem látszik a karma egyszerűen, és mégis kopog. Hallani lehet. Igen, igen, igen. Na, érdekes. Reméljük, hogy a kedves nézőknek tudtunk hasznos tippeket adni. Köszönöm, hogy megosztottad velem ezeket az információkat, és azt áruld el még nekem, légy szíves, hogy a nem is olyan távoli múltban részt vettél egy applikáció fejlesztésében. Hogyan jött ez a munka? Mi mindenben tudtál segítséget nyújtani a szakmai tudásodra? Vicces videókat kezdtem el feltölteni, és olyan videókat kezdtem el feltölteni az internetre, hogy melyik kutyus miért szeret kutyakozmetikába járni. Aha. Valamiért ezt felkapták, jókat mosolyogtam rajta egyébként, és egy győri csapat valamelyik platformon megtalált ezeket a videókat, és régóta nézegették, szimpatikus voltam nekik, és megkerestek tavaly, ilyen év vége környékén, hogy ők szeretnének fejleszteni egy alkalmazást, és lennék-e a tesztelőjük. Aha. Ez az alkalmazás egyébként a Pet Friend. Ez egy, az én egyéni véleményem az, hogy ez egy annyira hiánypótló alkalmazás, hogy óriási ötletnek tartom. Összeszedi az összes kutyabarát helyet, kutyabarát éttermeket, a magyarországi összes kutyafuttatót és kutyakozmetikákat. Én a kutyakozmetikai részét teszteltem. Bevált? Be, igen, igen, na, igen. Szuper. És ez egy olyan alkalmazás, ami térképnézetben is és listanézetben is felsorolja a hozzánk legközelebb lévő kutyabarát helyet. Ki tudjuk választani, hogy a kutyafuttatót, az éttermet vagy a kozmetikát szeretnénk, és megmutatja hozzánk legközelebb lévőt. Ez egyébként egy teljes ingyenes alkalmazás. Letölthető, gondolom, akkor mindenféle. Így van a weboldalukon is, így van, igen. Na, igen. Szuper. Hát
reméljük, hogy sokan fogják ezt használni. Én nagyon is. Szépen köszönöm, hogy én az e-taxival utaztál, gyere máskor is, és akkor hát kellemes tavaszi szezont, és hát egy jó évet kívánok. Köszönöm neked. Szépen. Gyere köszönöm. Máskor is. Jövök. Szia, Niki. Szia.